ott kell tovább menni föl. Nem, nincs különbség a sebességben, hogyha még megtölteném pisával a vizet. Hát, ha gyorsabban tudnám megemelni a vízszintet, de nem, megint meg kell várni, amíg egyszer csak úgy érek be, hogy rá tudok kapaszkodni a létrára. Na. Fogd már meg, az Isten verjen meg! Fogd már meg azt a tetves létrát! Fogd már meg! Úristen, ugrásból kell ezt megcsinálni. Aha. De hiányoztatok! Kell egy vörös kulcs. Hát persze. Hoppá! Lekapcsolom a... Ka-ching! Now I've patched all my insecurities. Ide kell bozó kulcsa. Ne menjek el! Ha majd te fogsz elmenni. De jó lenne megtanulni célozni. Bozo suit. Persze. Az egy Hitachi vibrátor a rakéta. Aha. Hát persze, ki nem maradhatna a body pillow, ugye a testformájú, vagy testméretű párna, és látom, hogy a főhős csaj van rajta a Nightmare, Undead Nightmare című boomer shooterből? Azt hiszem Undead Nightmare, azt hiszem az a neve. Nightmare Reaper. Tehát a fős csaj a Nightmare Reaper című boomer shooterből. Na most hova tovább? Na várjál. Aha, azt kellett kinyitni. A DNS bármi lehet, és hát, hogy most az izét. Arany WC. Tehát borzó DNS-et, tehát nyilván a szarát kellett összegyűjteni. Nyilván. És akkor most meg kell találni azt az ajtót, amihez az ő DNS-ével tudunk tovább haladni. Hát persze, hogy nem csúszok be. Ó, itt a T-Rex-es póster. Gojira Wanker. És itt a piros kulcs. Stop that!
gone astray. Oh no. Give us your money and travel. We love money. Add it a pénzed. És utazzál, mert mi szeretjük a pénzt. Igen, sajnos ilyen világban élünk, ugye Gearbox? Na, és ennyi volt a második pálya. Harmadik pálya. Bozo's Race into Space. Megyünk az űrbe? Megyünk a Holdra? Már megint? Ő nem fog? Hát persze, hogy nem fog Bozo az űrbe menni. Én, és csak én, és ő maradt már hátra. Végre megszerzem azt magamnak, amit akarok. Na, gyerünk! Menj előre, ifjú dude! És légy legenda! This game really is meta. Ez a játék nagyon meta. Aha, gondolkodj különböző módon, és háromfajta péniszt látok. Egy kínai, egy kaukázusi, meg egy fekete pénisz. Meg egy afro. Itt van a Storm Pooper. És persze úgy támad, mint a Góliát, és utána lőni akar, mint a tubás tank. A Pooter. Poot. Bedu Toys. Válasz ki a legjobb méretedet. Betacella. Fuck the leg, text and drive. Idióták. Na itt a BFG végre. Na, és akkor ehhez adunk plusz ammót. Így. Megint sorba állnak a WC-re? Hát persze! A semmit várják! Új ellenfél! Ezek már tényleg xenomorfok! Vagy xenomorf-szelő kislények. Elvileg lekapcsoltam valamit, tehát ez egy áramgenerátor volt, amire rálőttem. Azt mondja, security breach, train integrity 80%. Ja, biztonsági hálózat. Na! Most elvég ott kéne tovább menni. Valamit ki kéne nyitni. Most bezzeg működik. Ezt kellett benyomni. A cellát nem nyitottam ki. A liftet hoztam le. Mert fönn még dolgom van. Ez az egyik. Az a másik.
És most, szerintem most, mi mindig nem. Ja, ott van egy... Ja, ezt nyitottam ki. Még jó, hogy mentettem előtte. Most kapcsoltam le a lézeres szegmenst. Fúj! No! Hát beakasztottak, hát ezt nem hiszem el. Na jó. De gyerekek! Be van állítva a tetve shotgun szögbelövő kombom. Akkor mi a faszért vált a kezemre? Már rég kilőttelek, és még a hátulra hallottam a hangodat. Oké. Okay. Na végre haladjunk tovább. Nulla G? Aha, nulla G. Tehát várjál. Tudok lőni? Nem tudok átlőni, basszus! Kívülök-e meg? Aha! A fingommal tudok most csúszni. Jobban csúszik. De miért kell ilyen gyorsan csúsznia? És most kaptam meg a pisztolyt? Komolyan? Ezek után? Húha, ide kell majd a tovább haladni, tehát nyilvánvalóan ehhez kell a négy gomb lenyomása. Nem, ezeket kell kiiktatnom. Most van kinyitva az ajtó. De elvileg ezzel mit csináltam? Aktiváltam négy dolgot. Lehet, hogy a továbbhaladáshoz? Aha. Valamiben neki ment és... Egy aszteroida bement, és ahhoz szerintem majd a kart le kell húzni. So that's how they make chunky salsa. Itt nem tudok tovább haladni.
most így igen. Aha, ez egy titkos hely volt. És itt nitroglicerint. Vagy nem, folyékony nitrogént lehetett itt találni. Na most várjál. Azaz. Ez minigán lőszer volt egyébként, tehát nem az a mobox. Na, most már működik a gravitáció, tehát itt csúszott be a túloldalra az az aszteroida. Valaki belökte, vagy nem tudom mi. Gondolom Alter Dude lehetett. Na ez a Tesla mégsem olyan szar. Ez most Godzilla volt, vagy a hengeres fasz? A hengeres fasz. Majd egyszer csak befogja a pofáját az a kurva farkas. Hát nem igaz. Most olyan szépen jól haladtam, most egy ilyen fasság miatt kell újrakezdenem az egészet. Jaj, nagyon közelről lőttem le három robbanó hordot, ezzel majdnem megöl. Easy-n! Rinse and repeat. What was this game rated again? Ez tényleg az volt, rinse and repeat. Ez tényleg az volt. Tehát kell engedezni, mert büdös van és maró. Mondom ezt így magamnak. Azaz. Ez egy teli találat volt, miért nem találja el? Dögöljél már meg, te fasz! Hát nem igaz! Ez egy teli találat volt, mi? Itt ez a super shotgun, ami ugye sörétes és szór! Elvileg szórnia kéne! Befejezted? Ráadásul a ti... a... Gojira, meg ez a Stormtrooper. Ezek úgy használják a lángszórót, lófasz nem lehet látni a pályából. Blood-drenched execution. Állj már meg egy helyben a kurva életbe most már! Bocsánat, hogy ennyire fel vagyok húzva, de szeretnék haladni, de nem tudok haladni. Egyrészt lőni nem tudok, másrészt meg nem tudják megadni magukat. Mert kevésbé retard faszok, mint nehezebb fokozaton. Vagy bocsánat, még inkább retard faszok, easy fokozaton. Mint ahogy nehezebben kéne. Persze, hogy vörös kulcs kell. Jeez.
Állj már! Miért kell ilyen így szkenner buzinak lenni? Meg jó, hogy mozogni kéne, de hát baszki. Mozgó célpontra mozgás közben eltalálni, kicsi az esélye annak, hogy eltalálod. Megvan a kulcs. És persze, hogy védeni kellett, meg itt vissza kellett hozni pár ellenfelet, amikor teljesen kiürítettem a dolgokat. Na, megkaptam ezt az oszlopos barmot. Ja, kilát belőle, hát persze. Rózsaszín szem torony. Ja, ez egy ilyen utalás a két toronyra, ugye, szamura... Sauronra. És persze, hogy egy gyűrűk urás paródiát, szöveget kellett kitalálni. Még egyszer, a horgonyzástól elmozdulsz. Nem tudom, mi lesz. De jó, hogy a mozgó dekorációktól nem látok lófas se. Könnyítsétek meg a célzásomat, de nagyon. Ammo box, ez az! Na, mire használjam el? Jó, csak 100 lehet nála. Ú, több is van, jó van. Mondjuk erre. More. Erre. That's a shitload of rounds. Erre. More for me. Ez is jó van. Ezt vissza. És így. Hell yeah. De most megint visszakerültem ide. Na, most gondolkodjunk. Itt az üres, az... Hoppa, ott van. Aha! És oda le középre. Egy csípőszósz. Mi van fönt? Á! Feloldottam egy shortcutot. A kék kulcs! Érted? Le van horgonyozva és mozog! Pedig ez kábítást akarna okozni, nem? Nem nincs igazam? Jó, megvan a kulcs, most már visszamehetünk. De... mi a fasz lökött el? Ó,
Did that hurt? Oh, yes, more. Sick. Miért kell újra spónoltatni valaki kert? Könyörgöm, ez egy teli találat volt. Már megint. Valamit kikapcsoltam. Most visszajöttem ide! De várjál! Ja, itt valamit aktiváltam, hogy itt egy... Megfordítottam most az egészet. Felreállítottam most az egészet. Szerintem, ja, lehet, hogy ez volt a lényeg. Aha, oké. Még egy ammo box. Föl tudok ugrani. Ha! Így fordítottam meg az egészet. Na. Agarj már föl! Hol van a következő lőhető cucc? Az be van pajzsozva, nem? Nem, az le van zárva. De nem igaz, hogy nem tudok ráugrani. De nincs is ánuszgyűrű, amivel tudnék lengedezni horgonya. Ott van. Most van jó állapotban. Cellák. Ops! Hopp. Oda kell menni. Ez mi? Ez volt a helyes út. Még egy ammo box. Kacsing. És itt vagyunk a pilóta fülkénél. Benyomtam a gázt. Azt hittem falnak ütközünk. Minden ammo föltöltve. És minden arzenálunk megvan egyébként. Zsír. Az gombat nyom.
Na meg az anyátokat? Na leavatkoztok a buliba? Oké, meg vagyunk. Lehúzom a kartjának, az újabb horda. Valamit belőttem. Mindig nem történt semmi. Nem a rácsot nyitottam ki? Rácsot nyitottam ki. Aha. Most kapcsoltam ki, és már jön a horda támadás. Ez nem jó, ha ide beszorítanak, de legalább nem tudnám benőni. Lehúztam! Hopp! Annak valaminek neki mentünk. Nem fénysebességre kapcsoltunk? Már nem is tudom. De mindegy, megvan a harmadik pálya. Negyedik pálya. Ó! Így a tarkomból jön ki. Dusk Star. Dark Star. Vagy Death Star, olyan Elon Musk halálcsillaga. Egyre közelebb és közelebb kerülök a célomhoz. Ez Leon Dusk, Elon Musknak a barlangja. A hely, ahol a plottok a világ jövőjéről és a trónján helyezkedik el. Nincs idő elfutni, nincs idő elbújni. És most aláírom az ő autogramját. Mi? A játék úgy kifogyott, hogy megállította a felvételemet, és kis hián kinyírta a megjelenítőmet. Jó, akkor próbálj meg így, hogy csak ezt a pályát töltjük be. Oké, okay, jó. Hú, geci, de megijedtem. Na, itt vagyunk a halálcsillagon, vagy hát Elon Musk csillagám. Elon Musk halálcsillaga, na. Oda biztos nem kéne beesni. Anyádat, állj már le a driftelésekkel. Maradjál már egy helyben, és majdnem miattad beestem a lyukba! Ami nyilvánvaló van, ami energia cucc.
Now I've patched all my insecurities. Health? Pipe. Ez az. Nézd meg, ez a halálcsillagról konkrétan az ezek a szerver cuccok. Az úgy akart hátrálni, hogy be akart klippelni a izébe. A falba. Várjunk. Ja, nem lehet megnyomni a gombokat. De mindegyiken van egy a jóra. A... Várjál, most kapcsolok. Leon Dusk. Azaz Elon Musk nem más, mint Alter Dude, aki átszázta magát. Ő rendezte meg az egész E3-at. Vagy F4-et, kinek hogy tetszik. De ez az ő műve, hogy minket becsalogasson. Most kapcsoltam. Na hol van Obi-Wan, ahol kikapcsolja a pajzsgenerátort? Vagy a vonósugarat? Itt van a lift, amiben mindig foglalt volt. Abba! Ezt utálom, semmit nem lehet látni. Elkap a lángszóró, lófasz se fogsz látni. Valamilyen nem működött a horgonyom. Mi mindig nem döglöttek meg. És ennyit a pajzsról. Na, végre egy poszter a halálcsillagról. Az arra írva, hogy Starfuck. És most nézem, az nem a szeme, hanem egy csávónak a feje, aki lézert okádik. Értem már. Mobile Star Goober.
Ó, át akart engedni. Well, this padding is awesome. Jó. Az igen. Don't analyze the blood splatters. Meg vagyunk. Faszom a bele már nyúltam a szemüvegembe. Fel akartam készülni! Gun goes ow. I got my first small loan. Just a small loan. That's how I started my business. Yeah, real limited fella. Did I ever tell you? Aha. Egyébként valahol itt is van egy titkos hely, ha teljesen lemész. Vagy ha teljesen fölmész. Nem itt föl. Lehet hosszan nyomva tartani a kontrollt, vagy hát a slide gombot, és akkor folyamatosan spammeled az előre haladást. Várjunk csak. Olyan érzésem van, hogy folyamatosan egy ilyen loopba keveredtem volna. Bazd meg. Jó, ehhez kell a rózsaszín dildó, de hol találom? Ott nincs. Fönn már nincs semmi. Bazd meg, már megint nem nézek a sarokba! A faszomat most már! Megint.
Valaki mást horgonyoztam be. Akit akart. Ahelyett, akit akartam. És megint megmozdulnak. Össze-vissza fattognak. És szétdurran az agysejtem. Aha, most már működnek a liftek. Meg ez is. Hopp, itt van hátul minigun lőszer. De jó, hogy a két szörny közé lövök. Na milyen batár nagy módon szűk helyre be nem átférni. Jó, most már működnek a liftek, és akkor van egy lefelé menet, meg egy fölfelé menet is. Ide kell tovább haladni. És mi van, hogyha fölfelé megyek? Akkor találom meg az easter egget? Az ki fölfelé is, meg lefelé is lehet menni. Megint nem... Mi a faszé, cseréled le! Na, a poszter a kis alienről. Xenotwat. Így van. Na, nyomok egyet. Ah, ott volt a föld, és lapossá csináltam. Na most örülhetnek a lapos földiek. Há, kurva anyátokat. De utálom őket. Komolyan. Egy egész dimenziót képesek figyelmen kívül hagyni, mert csak a föld lapos. És a hold nem, meg az izé, azokat nem veszik figyelembe. Na, most haladjunk már lefele. Én pattagok. Nem bagos. Na. Kell egy space cartridge. Space cartridge. Egy már van ott. Aha, egy ilyet kell majd keresni. Oké, még hármat kell keresni. Ammo box. Zsír. Ott van. Egy megvan. Azt hittem már megdöglött. Fene... robbantgat. Megint egy Stormtrooper van a közelben? Ó, ott van. Következő cartridge.
It's rain and blood. Hallelujah. Smoking. Jó, ez a két rész megvan. Két cartridge-unk már megvan. Oda föl lehetne valahogy jutni. Oké. Okay. Ott van valami... Ez nem. Nézzük, ez ugrat. Még. De ez csak így körbeugrálok. Tehát ez már ki van tisztítva. Jajaj. Ez még mindig lötyög. Ó, az anyádat, ha nem tudták kinyílni. Befejezted? Kész. Na. Health pipe. Kap egy ikok, én leléptem! Totál fölösleges lehet volna időt húzni velük, de azzal a maradék 26 ellenféllel. Jó! 69%. Na gyerekek! Utolsó pálya következik, utolsó pálya, és lezárjuk a fejezetet, a játékot, és a franchise-t is lezárjuk Einstein életre. Fejezzük be, és kapjuk el Alter Dude-ot. Igen, most újra indítottam a játékot, azért tölti be még egyszer a dolgokat. Aha, Cruel Dude Thesis. Igen, de hát nyilván egy mekával fog támadni, aztán saját maga támad le minket. Jó, hú, de szépen néz ki. Ő nem? Hát a pokolba sem. És már csak én meg ő maradtunk, hát ugyanez a szöveg van itt is. I am the last man standing between glory and total destruction. A dicsőség és a totális pusztulás között vagyunk. Na, utolsó pálya. Jó, be kell készülni hozzá. Mindenemet bevetem, amit csak kell. Van kemény 5 a kimbóm, tehát nyilvánvaló, hogy a fegyverekre fogom majd elhasználni. Jó, tényleg meg volt izé én páncélom is. Ó, és most itt mindent megkapunk. És már meg is kaptuk a Tesla Borgeliont. Number one and two at the same time. Owls and billionaires are not always what they seem. Witness my true and not even a final form. Time to polish them nails. És itt a pálya. Jó.
Hát akkor én azt mondom, hogy készüljünk fel lelkileg. Mondjuk adjunk egy ilyet hozzá. Aztán... ezt, meg ezt. Nyitva van. Jó, tolhatjuk. Didn't see that one coming, did ya? Now that's a fine plot twist. Double the fun. Anyádat pattogsz össze-vissza! Megvan a taktika ellene, mert össze-vissza pattog, mint egy hülye Fortnite játékos. Didn't see that one coming, did ya? Now that's a fine plot twist. Double the pleasure. You can come closer. Ow! And... jeez. I broke a nail. And... did I double the flood? Is fuck mech warrior. So long, champ. Smoking. Your dream is here now. It becomes a real nightmare. I'll crush you. Now that's just plain crazy. It's your fun. Get some more kitchen, huh? Ow! Most jöhet a dupla. Na, körül akarsz metélni? Ja, még háta mögött is van egy, fogadni mernék. A segge! Hé! Hey. One for mommy, one for daddy, and one for space exploration. Elkaptam. Ja, biztos fel kell másznom hozzá. Na, várjál már. Ó, ott van még egy póster magáról, a dude-ról!
Az Alter Dude. Aha, fú. A pénz másik oldala. A második oldal. A csávó, ami úgy néz ki, mint a aki ránéz a dúdra a tükörben, és soha nem pislog vissza. Ki lehet ez? Mit akar? És legfőképpen, mi a faszért érdekli az, amióta megpróbálom az inkoherens álmomban és a popkulturális referenciákat elővenni nála? Ennyi igazából? Mert nem történik semmi. Akkor lehet, hogy én lelépek. Ja, nem tudok lelépni. Nem ahogy bevágosodott. Ott van fönt! Mondjuk... ez kéne. De még behúzni se tudom. És mi történik? Semmi nem történik. Még a crouchy jump pad-ek sem működnek. Semmi nem működik. Halló! Ott van a dúd egyébként. Töltöttem be, uram, mert semmi nem történik. One for mommy, one for daddy, and one for space exploration. Megint beakadt. Ott lóg kifele! Ott lóg kifele! A faszomnak kell bagosítani! Nem tudok semmit csinálni. Na már! Bazd meg! Pedig most nem is lassítást használtam. Health. Most persze ott van a cucc! Ennyi volt. Na végre azt hittem, hogy itt ragadok egy életre. Gondoltam, hogy akkor megnézzünk egy videót. De megcsináltam 100%-osra. A posztál megtestesítője. Yeah! Na gyerekek, ennyi volt a Postal Brain Damaged. Nincs más több dolgom, mint egy utolsó cutscene-t megnézni, ami konkrétan egy utalás az Invincible című rajzfilm sorozatra. A zene is, meg a konkrétan a teljes jelenet az Invincible híres jelenetére megy ki. See, dude, you cannot beat me. And you know why? Because I can't be destroyed. I can't be erased. What the? Yes, I cannot be vanquished. Every time you kill me, I become stronger. I am you, and you're me. I'm like a fucking Jungian persona. A cancer at the back of the head. The demon that won't let you sleep at night. No way. Yes, way. All that time. I was playing with myself.
You too. You see, you cannot cancel me. Whenever you try to forget about me or just dismiss my existence, I grow stronger, mightier. We've had this conversation many, many times, and each time I only grow stronger. There will be no escape, no salvation, no forget. Ennyi volt. Never thought that would work. Who thought destroying a part of my easy could be so brain? Although, fuck, now I can't remember my childhood potty training. Still a little bit low key. Wait just a sec. Well, there can only be one ending to this story. És így húgyozott be álmába. Ja, és effektíve, ja, így zárult le. The fuck? Who peed all over my couch? Mit keres a homlokán az Illuminati-nak a csipje? Szóval ez arra akar utalni, hogy lehet, hogy ez egy cliffhanger folytatás, egyéb dolog? Szóval az egész fejében megtörtént ez az egész dolog, és nem történt semmi. Mindegy, hát egy tudatosabb személynél, mondom, a valóság összekapcsolódhat a valósággal. Az álom a valósággal, értitek? Tehát, hogy vagy megtörtént, vagy nem történt meg. Nyilván megtörtént, mivel a homlokán ott van az Illuminati-nak a jele, tehát effektíve lehet még több dolog is. Mindent összefoglalva, Jake Parr, The Voice, ő is benne volt, Jake a Cyberdamn-ből. Na mindegy, gyerekek, ez volt a Postal Brain Damaged, és hölgyeim és uraim, gyerekek, ez volt a teljes Postal végigjátszásom a csatornán. Végre befejeztük a játékot, meg az egész sorozatot végre befejeztük. Hát gyerekek, megmondom őszintén, ez az egész Eternal-ös eszencia, ez a gyors ütemezésű, horda encounter-ös mizéria, nem rossz. Jó, illik ebbe a Postal világba egyébként, nagyon illik is. Viszont számomra egy picit elvonatkoztatott az, hogy hiába van beállítva nehézségi szint, ugyanúgy egy alapnormál nehézségen toltam az egész játékot végig. Tehát nehezebb fokozaton, tehát akár még alapnormálon, vagy még hard fokozaton, már szerintem már el se jutottam volna idáig. Aztán ez a második fejezet utolsó előtti pályán, ez a bug, ez nem tudom mi volt, de ez valami... Ott majdnem, ha nagyobb fokozaton toltam volna nehezebben, akkor ott már én feladtam volna az egészet, és én már végig se játszottam volna ezt a játékot. Tehát az tuti biztos. Viszont tényleg nem rossz. Egy jó kis ilyen vizualizálása megvan oldva az egész, meg ilyen hasonlók, viszont ez a valami szinten nem akar olyan lenni, mint az Eternal, elhiszem, de néha onnan vesz át alapanyagokat, de számomra ez az egész, hogy bénázok, hogy a saját buildem szerint szeretnék haladni, és a játék mindent elkövet, hogy ne úgy haladjak, ahogy én haladni szeretnék, hanem úgy kéne haladnom, ahogy a játék kéri, hogy mi olyan ellenfeleket rak elém, akik megállás nélkül pattognak, becéloznám már, adnám a dolgot meg. De effektíve minden fegyvere vonatkozóan ez. Figyeljetek, az Eternal-t könnyű fokozaton csak sörétessel, csak szuper shotgunnal toltam végig. Alig használtam más fegyvert. Csak szuper shotgunnal toltam végig. És a Postal Brain Damaged nem akarja, hogy ezt csináljam végig. Amit ugye én már végig szenvedtem. Megmondom őszintén, ez egy jó bofa játék, érdemes kipróbálni ezt ennek az egész Postal szériának az újragondolását, elképzelését, és akkor nyilvánvaló, hogy lesz folytatás, meglátjuk, hogy merre fog tovább vezetni a tudathasat Cory Dude-nak az elképzelése. Minden esetre jól látom, hogy ott a háttérben a végigjátszás után ott fityeg az Alter Dude a könyvön. Na, gyerekek! Ennyi voltam mára. Nagyon köszönöm szépen a figyelmet. Ja, a túlélő módon egy picit még belenézünk, és akkor lehet látni, hogy ugye van végleges rémálom,
Ez igazából egy negyedik fejezet, egy ilyen utófejezet, amit már alapból is már elő lehet venni, és három különböző pálya közül lehet válogatni, és lehet látni, hogy én egy picit haladtam is vele. Az elején nagyon könnyen adja magát, de utána végén, mert totálisan egyre nehezebbé válik. Na mind gyerekek, na még egyszer, ennyi voltam már. Nagyon köszönöm szépen a figyelmet, végre befejeztük ezt a sorozatot, és végre haladhatok tovább más vizekre, másmilyen helyekre fogok evezni. Itt például, hogy mi lesz új dolog a csatornán, hogy hogyan fogunk haladni. Tehát most befejeztük a posztált, és már tervezve van egy-két csomó játék, amikkel fogok majd foglalkozni, illetve a No Comment szérián is ugyanez. A lényeg, hogy most szeretném leszögezni, hogy egyszer megemlítettem, hogy újra visszatelepítettem a Star Wars Jedi Fallen Order-t, és most ugyanúgy egy újabb replay végigjátszás veszi majd kezdetét, ahol megint egy játékot újra végig fogok tolni, de úgy, ahogy én szeretném, és végig megyünk rajta a játékon, és újra felelevenítjük azokat a történéseket, amik a játékban történtek, illetve a mechanikát újra megtanuljuk természetesen, mivel áprilisban nem sokára jön majd ugye a második rész, ugye a Jedi Survivor, és ugye ott az 5 év kiesés után megnézzük, hogy ott mi történt, majd egyszer, amikor elérünk, is tudok vele játszani. Illetve egyébként majd lesz egy könyv, ami konkrétan azt az 5 évet elmeséli, hogy mi történt a két játék között, és elvileg Rickson YouTube csatornáján Rickson el fogja mesélni, hogy mi történt, tehát hogy lesz majd egy olyan, hogy el fogja olvasni, és akkor utána kapcsolódunk be a Survivor sejtelmei közé. Láttam pár új trailert a gameplayről, nagyon jónak ígérkezik, és végre egy csomó dolog olyan volt, ami számomra ugye mondtam, hogy legyen meg, hogy fejlődjön az első részén túl, és képzeljétek el, sikerült, úgyhogy nagyon jónak fog ígérkezni. Illetve, tehát Fallen Order biztos, hogy újra lesz majd játszva a csatornámon még egyszer, illetve természetesen annyit mondok, hogy egy régi ismerős vissza fog térni. Ugye tudjátok, az én csatornámon a régi ismerős szegmens az, amikor régi videósok játékaival újra próbálkozok én is játszani, mint például Freddy D, Rocker Lali, Vizor, Senshi, tehát a legtöbbi, akik előttünk, az előző generáció videósai, akik jó kontenteket alkottak meg, azoknak az alapanyagaival fogok én is foglalkozni, és ezt úgy nevezem, hogy régi ismerősök. Szóval egy újabb régi ismerőssel fogok foglalkozni, és abból lesz egy végigjátszás, és az egy meglepi lesz. Tehát abból nem mondom el, hogy az mi lesz. Hanem egyszer csak meglátjátok az első videót, hogy hopp, ez lesz az. Na, gyerekek, ennyi voltam mára. Nagyon köszönöm szépen a figyelmet, és ezt a nagy kalandot, amit átszenvedhettünk, úgyhogy tovább, másmilyen vizekre, és most utoljára mondom nektek. De ez mindvégig a vigyétek magatokkal másmilyen tematikájú videóknál is. Hogy ne öljetek meg senkit, tartsátok meg a józan eszeteket, és további rage-mentes szép napot kívánok mindenkinek. Ja, amúgy meg ezt az egészet, meg amúgy unblock. Nem bántam meg semmit. Jó volt. És most gondolnátok, hogy miért nem buzul a kép, meg a hangom el. Azért, mert már vége van. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!